A Mözsi Óvodások műsorával kezdődött a település rész ünnepi programja. A szónok a Perszolfer Ágnes tolnaváros polgármestere volt, aki kiemelte, a történelem során akkor voltak sikeresek elődeink, amikor egy közös cél érdekében összefogtak. Arról is szólt, 1848-ban a fiatalok ráéreztek a történelmi pillanatra, és szabadságvágyuktól vezérelve a kellő pillanatban cselekedtek. A szabadság utáni vágy akkora volt bennük, hogy akkor, amikor a forradalomból szabadságharc kerekedett, akkor már együtt az egész nemzettel készen álltak az életüket kockáztatni érte. Hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti szuverenitáshoz, az önállósághoz, a függetlenséghez. Tolna polgármestere arról is beszélt, a nemzet összefogása teremtheti meg azt, hogy a magyarság minden körülmények között tartsa meg értékeit. Ma ugyan nem karddal kell csatába menni, és hát én nagyon remélem, hogy senkinek nem kell meghalnia a magyar szabadságért, de az, hogy kiállunk mellette, és minden évben elmondjuk a magyar szabadság üzenetét, ez nagyon fontos. A Mözsi megemlékezésen a Hősök emlékművénél helyezték el a megemlékezés virágait.